Az egész országon átívelő toborzófutást szervezett a Magyar Honvédség hadkiegészítő és központi nyilvántartó parancsnoksága. A megmozdulás 2016. április 13-án indult útjára Budapestről, kora délután pedig Gödöllőn át Szadára érkezett. A Magyar Honvédség hadkiegészítő és központi nyilvántartó parancsnoksága a mai nap reggelén megindította a toborzó országfutás 2016 elnevezésű rendezvényt. Ennek a rendezvénynek a célja a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a katonai hivatás, a katonai pályának a népszerűsítése. A futás útvonala több mint 200 települést érint. Az egész országon átívelve 2016 kilométert fognak futni a kollégák, a futáshoz kapcsolódni vágyó fiatalokkal, állampolgárokkal együtt. Ezt a távot 27 nap alatt teljesítik, és május 20-án a Magyar Honvédség hadkiegészítő és központi nyilvántartó parancsnokság objektumában fog a futás véget érni. A hadkiegészítő parancsnokságnak minden megyében van központja, illetve irodája, ahol az egyes megyékkel kapcsolatban az ottani kollégák szervezik a futás útvonalát, és az ottani kollégák, illetve egyes esetekben tartalékos katonák bevonásával hajtják végre a futást. Kaptunk a hadkiegészítő parancsnokság részéről egy értesítést, egy levelet, amiben tájékoztattak bennünket arról, hogy milyen célzattal a magyarság összefogásának és a honvédség népszerűsítésének a feladatát akarják ezzel kiemelni, és hogy ebbe Szada nagyközség vegyen részt. Mi ezt örömmel fogadtuk, részt vettük, és a megbeszélések alapján, két megbeszélés volt ezt megelőzően, egyeztettünk, hogy hol fogadjuk a váltófutást, hogyan, kikkel és mi módon, és ez így is történt. Szada határában, Napóránál fogadtuk a váltófutást, azt követően ott egy üdvözlés történt, csatlakoztak a mi gyermekeink és két óvónőnk a váltófutóhoz, és utána itt a főtéren, Szada főterén fogadtuk zászló kötésre a váltófutót. Szeretettel köszöntjük a toborzó futás résztvevőit 2016-ban Szada nagyközség területén. A zászlóra ragasztott szallag vagy akasztott szallagnak tisztelet a hősöknek. Szada nagyközség 2016. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Ki jön tovább a tábláig? Köszönjük el, ügyesen! Indul! Az egész váltófutásnak a szervezettsége kitűnő volt, megfelelő segítőkkel és rendőri felvezetéssel, útlezárással, mindennel nagyon gyorsan, frappánsan és szépen történt. A honvédelmi toborzó országfutás Szadáról Veresegyház felé haladt tovább. A mai nap reggelen a honvédelmi miniszter úr helyettese indította útba a toborzó országfutást. Ezt követően Budapest után Nagytarcsa következett, ahol is egy koszorúzást hajtottunk végre. Gödöllőn egy nagyszabású toborzó rendezvényt szerveztünk, és a mai napnak a hátralevő kiemelt programja a futáson kívül a galgamácsai koszorúzás lesz.